A várandóság három szakasza, az háromfajta teljesen különböző élethelyzet. Tehát az első trimester az a, hát mégiscsak egy összeszokás a babával. A második az, ami egy ilyen első múlt nagy anyai boldogság, ilyenkor gyönyörűek a nők, tehát ilyenkor a legszebbek. Az édesanyja arcát nagyon sokat kell ilyenkor fotózni, mert tényleg van benne egy ilyen madonnai szépség. Ez az életszakasz az, amikor meg kell tanulnatok közösen örülni a gyereknek. Hogyha majd megnézed a könyvnek a borítóját, az ugye arról szól, hogy hogyan lejjük örömünket a gyermekünkben. És ez az az időszak, amikor igen, szánd rá magad, csinálj neki időt, programozd be, írd be a naptárba, hogy megszokod, hogy örvendezel a gyermekednek. Mert most ez, akármilyen furcsa ez valahogy a megelőlégzése annak, amit a saját szüleiden észlelsz, annak a felelőtlen örömnek, ami a nagyszülő, meg a dédszülőnek az öröme, hogy jaj, milyen aranyos, milyen jó. És hát, hogy bekokil meg, hogy nehezen eszik meg, nem alszik meg, ilyesmi, ez csak majd jön, most tök jó van, ott van az ultrahangban, nézegessétek az ultrahangot, heverészetek. Tehát tényleg ilyenkor jön az, hogy akart szeretni, és még inkább, hogy akarjatok neki örülni, akarjatok neki együtt örülni. Hidd el, hogy meg lehet tanulni azt, hogy együtt örülünk a gyerekünknek. És meg lehet tanulni azt, hogy jaj, de jó, most pihenek egyet, most még azt gyorsan megcsinálom, vagy ilyesmi. Tehát meg lehet tanulni azt is, hogy annak kezdek el örülni, hogy nincs gond a gyerekkel. Hú, minőségi, életminőségi különbséget jelent, és a gyerek sorsát pedig nagyon erősen befolyásolja az, hogy mennyi örömet találunk benne. Sőt, már ebben az időszakban is, hiszen ugye tudjuk, hogy a hormonok azok eljutnak hozzá, azt is tudjuk, hogy az öröm az egy hormonálisan visszatükrözött állapot, vagy hogy egy hormonális állapotnak a lelki-fiziológiai visszatükröződése az öröm, tehát ez egy feedback, és ha a gyerekednek igazán jót akarsz, akkor örülj neki, örülj vele, örüljetek együtt neki, meg örüljetek másokkal is neki. Tehát hogyha jönnek, akkor engedd, mert pont ez az a felelőtlen öröm, amiben megtalálod a többiekkel az összhangot, hogy jaj, de jó, hogy baba van, jaj, de milyen aranyos, jaj, de cuki az, és pont olyan orra van, mint a nagyapjának, tiszta apai család, vagy az anyai családa, és remélem tényleg kislány lesz, nem csak eldugja, vagy szemérmes. Szóval ezeket az ilyen bugyuta dolgokat, amik tényleg, ha beleteszed abba a frame-be, hogy bosszantóak, akkor bosszantóak. Ha beleteszed az örömnek ebbe a bugyuta hülyeskedő világába, akkor már nagyon jó. Tehát a második trimester arra jó, hogy megtanulj örülni.